Könnygázt vetett be a spanyol rendőrség a csütörtöki madridi amnestia ellenes tüntetés résztvevői ellen. A napok óta tartó demonstrációk kiváltók, ahogy Pedro Sánchez miniszterelnök egyességet kötött a Katalónia elszakadásáért küzdő szeparatista párt egyik vezéralakjával, akinek amnestiát ígért cserébe a kormányalakításhoz szükséges többség biztosításáért. Ki kell mennünk az utcára, nem számít az ideológia, mindenkinek szembe kell néznie a valaha volt legrosszabb miniszterelnökkel. Sánchez hazudik. Nekem nem hazudott, mert nem szavaztam rá, és soha nem is fogok, de hol vannak a szavazói? Belehazudott a szemükbe, mondja egy tiltakozó. A tüntetések napok óta tartanak Madridban, és csütörtök késő este is folytatódtak, miután Spanyolország parlamentje ismét a szocialista Pedro Sánchez-t választotta meg miniszterelnökké.